pedig levették a boltok polcairól. Vendégünk Tarnai Richárd, a Pest megyei kormányhivatal kormány megbízottja. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát ugye pont a hét elején beszélgettünk itt az élelmiszerbiztonságról, és tessék, itt van egy újabb botrány. Az egyébként biztos, hogy csak ezekben az áruházakban volt ilyen tészta? Az ellenőrzéseinket folyamatosan végezzük, és maga az, hogy naponta kerülnek szinte elő ilyen esetek, azt mutatja, hogy az ellenőrzési rendszer működik és jól működik. Ugye most konkrétan a vecsési áruházban találtuk meg ezeket a tésztákat. Én azt gondolom, hogy ebben az esetben automatikusan valamennyi helyről leveszik ezek után, hiszen egyébként a hatóság is, mi is erre köteleztük az áruházat. Reményeim szerint egyetlen egy polcon sincsen már ez a bizonyos nagyi tésztája. Ugye ilyenkor, mi van akkor, amikor tényleg egy cseh gyártóval állunk szemben, akkor őket bárhogy felelősségre lehet vonni ezért? Hát igyekszünk. Ugye maga a terméknek a megnevezése, a nagyi tésztája is eléggé megtévesztő, hiszen laikus ember, sőt jó magam is bemegyek az üzletbe, és azt gondolom, nagyi tésztája néven azért nem valószínű, hogy cseh gyártmány szerepel. A probléma az az, hogy az Európai Uniós szabályozás szerint a terméken nem kell feltüntetni a származási országot. A magyar szabályok ennél kicsit szigorúbbak, hiszen mi a magyar termék feliratot használjuk, tehát ami Magyarországon készült termék magyar munkaerő segítségével, arra rárakjuk a magyar termék feliratot, tehát nem azt mondom, hogy így bújunk ki az EU-s szabályok alól, hiszen nem bújunk ki, hanem azokat betartjuk, hanem ehhez képest mi szigorúbbak vagyunk, tehát igenis, ami Magyarországon készül magyar termék, arra ráírjuk, hogy magyar termék. És a magyar jogszabályok alapján egyébként, és ez már az EU-ban is ugyanígy van, fel kell tüntetni ugye a gyártót, magyarul a cégből azért azt ki lehet következtetni, hogy melyik országban gyártják az összetevőket, a GMO tartalmat, vagy pedig annak hiányát, és sok mindent. Ez teljes mértékben harmonizál az EU szabályozással. De akkor ilyenkor meg lehet büntetni a cseh céget? Nem, mert a Magyarországon hatályos szabályok nem vonatkoznak Csehországra is. Ugye a Tesco-t 800 ezer forintra büntették, hát azért azt kell, hogy mondjam, hogy az ilyen nevetségesen kevésnek hangzik. Készül most egy új szabályozás. Elképzelhető, hogy ha ez életbe lép, ugye ez a szabályozás, amiről hétfőn beszéltünk, akkor ezek a bírságok jóval magasabbak lesznek? Az általam benyújtott törvényjavaslat pontosan ezt a célt szolgálja. Ugye az országgyűlési képviselők többségének támogatni kell ezt, és a módosító indítványokról való szavazáskor azt láttam, hogy általában több mint 90% a képviselőtársaimnak támogatta a javaslataimat. Jövő héten lesz majd a törvényjavaslatról a záró szavazás, ami előtt még módosító szavazás lesz, tehát módosítókról való szavazás. Én remélem, hogy ezt a része a törvénynek hatályban maradhat. Tehát magyarul az én javaslatom szerint igenis sokkal komolyabb mértékű bírságokat lehet neki szabni. De a Tesco egyébként azt mondja, hogy nekik nem volt joguk a gyártási folyamat ellenőrzésére. Most tényleg egy ilyen esetben mi van a Tesco-nak, és meg kellene vizsgálnia azt, hogy hány tojás van abban a száraz tésztában? Ha forgalmazza és elfogadja a parlament az általam előterjesztett jogszabályt, akkor igen, a jelenleg hatályos szabályok szerint nem kell ezt vizsgálnia. Pontosan ez a felelősség kérdése, ami a törvényjavaslatomban szerepel. Tehát most azzal bújik ki például ez a cég, vagy bármelyik másik, hogy ő hát nem tudta, hogy mit forgalmazott, ő ezt kapta, eladta, egyébként neki nincsen laboratóriuma, stb., hogy ezeket bemérje. De azt gondolom, hogy mindig az élelmiszerbiztonság területén mindig ott van a kibúvó, hogy az adott előállító, forgalmazó vagy szállító a másikra mutogat, és azt mondja, hogy ő nem rendelkezik felelősséggel. A jogszabály javaslatom elfogadása esetén ez nem lehet, és akkor igenis valamilyen módon meg kell oldani mondjuk a Tesco-nak vagy bármelyik más áruháznak, hogy bevizsgálja ezeket a termékeket, és ő maga garanciát vállaljon azért a termékért, amit forgalmaz. Egyébként a magánéletben is mindenért garanciát vállalunk, ami mellé a nevünket odarakjuk, akkor szerintem ez így kell, hogy legyen más tekintetben is. Hát kíváncsian várjuk az új szabályozás részleteit, akkor majd nagyon szépen köszönöm hogy itt volt. Is. Hamarosan a vidékfejlesztési miniszter lesz a vendégünk, most híradóval folytatjuk.